A kapacitását tekintve két új előadást bírna el a társulat évadonként. Ennek ellenére az intézmény munkatársai évről évre tartják magukat ehhez a bemutató számhoz, nyilatkozta a Pannoner TV-nek Urbán András. A színházigazgató azt mondta, a szeptember a külföldi vendégszereplések és fesztiválok jegyében zajlik majd. A hónap végén mutatják be Szegeden a Passport 3 című előadást, amely az IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program részeként valósult meg. A három részes előadás sorozatban szabadkai és szegedi színészek játszanak. Ezt az előadást a városban novemberben a Desiré Fesztivál ideje alatt mutatják be. A harmadik Passport előadás után Keszék László kezd dolgozni a színházunkba. A Vinai András ugye külön a társulatra ír egy darabot, a Voyager című drámát. Ezek után fog az évadban dolgozni a Táborosi Margaréta, a Mezei Kinga, és akkor hát Tolnai Szabolcs, jó magam. A 2012-2013-as évad változatosnak ígérkezik. Lesz drámai alapú előadás, ugyanakkor táncos zenés produkció is. Egy fázis után van a színház, tehát hogy valamennyire máshogy vagy jobban színházzal fog foglalkozni. A szabadkai közönség ebben a hónapban a Turbó Paradízót nézheti meg. Októbertől már folyamatosan játszik a társulat. A Kosztolányi Dezső Színház ebben az évadban is tájol. Szeptemberben például a Béres Márta Wanger Show-val utaznak. Akkor én lejöttem, lejártam az előadást. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően olyan magyar lakta településekre juttatják el előadásaikat, ahol nincs színház.